És kérdően megnéztem, hogy olyan, hogy a Challenge Touron kívül kipróbálta magát itt a hónap elején a World Seniors Match Play-en, ahol játszott egyet Paul Hagennel, és ki is kapott tőle 8-6-ra. Egymás ellen 6 mérkőzést játszottak idáig. Ugye ez akkor, amikor még például 2015-ben volt először, amikor még a Grand Slam of Darts ugye egy ilyen összevont versenysorozat volt a BDO és a PDC között. Ugye ez 2017-ben megismétlődött, majd ugye a Turkát tulajdonosként Players Championship fordulókon 3-szor találkoztak. Tavaly az idejutásért játszottak egymás ellen, a tavalyi Hungarian Darts Trophy játszottak egymás ellen. Ezt Dave Chisnell nyerte meg, ugye láttuk, hogy ő itt volt. Egyébként 3-3 az állás. Úgy néz ki, hogy az elsőt Scott Mitchell nyerte, aztán Dave Chisnell, aztán volt 2 Scott Mitchell győzelem, és utána a 2 utolsó pedig Dave Chisnell tudta megnyerni. 180! És hát azért ilyen jelentős pályafutással a háta mögött nyilván ennek a nagy többsége videós mérkőzés. Igen. 140. De hát azért azt ki kell emelni nyilván Scott Mitchell-el kapcsolatban, ami azért még így is furcsa, hogy az első European Tour állomása ez egész karrierje során. Igen. És az első győzelmét is megszerezte. Igen, hát Turkár tulajdonosként megnézem azért ezt, mielőtt még kimondanám, de Turkár, én úgy emlékszem, hogy Turkár tulajdonosként nagyon nem volt, de volt egy-két kvalifikációs tornán. 121-re próbálhat most rá, az egyest eltüntette, csak így nem lesz kiszálló. 41. Egy Chisnell a 81-re. Szóval azért próbált ő bejutni, csak nem sikerült neki. Így van, és most összeszélt memberként ez sikerült, úgyhogy jó, sokkal 53 éves korában debütált itt a European Touron. Meddig tart ez a debütálás? Dupla 12 Chisnellnak megvan, úgyhogy jövő az elsőleg. Azért olyan szempontból nyilván nem túl hálás a sorsolás a Scott Mitchellnek, hogy egy igazi European Tour specialista az ellenfele Dave Chisnell személyében. Azért 12 döntővel Chizzy, 5 győzelemmel, 7 vereséggel, 2 9 nyilassal a European Tour történetében az egyik nagy ágyúja ennek a versenysorozatnak. Ugye ebből 2-t az idén nyert. Igen. Még a legelsőt nyerte meg Kielben, illetve volt még a Dutch Darts Championship Leeuwardenben, amit behúzott Chizzy. Ezen kívül ugye van még egy elbukott döntője is idénről Prágából. Hát nem egyszerű a feladat. Nem, egyáltalán nem egyszerű. 81. Két héttel ezelőtti tornán itt a szombati mérkőzését nagyon simán 6-1 arányban nyerte meg Chizzy Woodhouse ellen. Már Ratajsz kijelentette számára a végállomást. Előtte volt egy Players Championship elődöntője szeptemberben. Érdekes, hogy hátsó pályáról most jobban játszanak itt a mérkőzés elején a játékosok. Csak 60. 2 triplával már kiszálló lehet Chizzy. Meg is érkezik. Kettő. De 3 is! 180! Az első Chizzy-től a második a mérkőzésen. Szállón lesz szépen Mitchell is, és nem is marad nagyon fent. 105-tel, még egy picit be is előz Chisnell elé, de hát ennek azért a nagy jelentősége nincsen jelen pillanatban. Éppen annyi, hogy kisebbet kell mozdulnia a táblán. Igen. 78, a tripla 18 kell.
Egyes lett helyette. Na most, tripa 15 vagy tripa 19 77-nél? Tripla 17-et szállt. Ha már az ember szereti a dupla 13-at meghagyni magának. Megvan a tripla 20, dupla 18. Az is van, nagyon szép. 14 nyilas break leg Scott Mitchelltől. 1-1. Robbie John Rodriguez lesz az ellenfél a holnapi nyolcad döntőben. Rodriguez meglepően jól játszott ma Ryan Searle ellen. A tegnap túlélte a nehezét, és akkor innentől kezdve lendületben maradt. 100 pont. De szépen alakulnak holnapra a párosításaink. Peter Wright, Luke Woodhouse, meccs is lesz, Martin Schindler vagy Luke Humphries-zal játszik, Joe Cullen-nek, Gervin Price lesz az ellenfele, lesz Gian Fanfin, Damon Hatta meccs, Michael Smith, Dedeker, Danny Noppert, Scott Williams, Michael van Gerwen még várja az ellenfelét, vagy Johnny Clayton, vagy German Vatimena lesz, szaladj oda, jó, meg lett az a nyíl, és akkor Robbie John Rodrigueznek kell még egy ellenfél holnapra, ami minden fog majd kiderülni. Igen, hát majd az utolsó mérkőzés alatt majd elmondom sorrendben is, hogy kiknek mikor lehet szurkolni. Jól tudom, hogy te jössz délután, akkor mi leszünk igen. Konkrétan. Na, hát akkor itt folytatjuk. Itt alszunk. Persze. 60. Van egy pici előnye hátsó pályán még mindig Csizinek. Olyan jó, így, hogy az MVM Domban van a verseny, ez a European Tour forduló, hogy most minden szöveget értünk, ami ki van írva a táblákra. Legalábbis eddig olyan nyelvűt nem mutattak még, amit ne tudtunk volna megfejteni. 140. Hát igen, mondjuk a belgával meg a hollandal picit bajban lennénk. Az angol meg a német azért valamennyire igen. Azért sikerül. Van Gerwen egyébként előre vetítette itt a színpadi interjúban, hogy holnap mennek haza a gyerekek, mert hétfőn iskola van. Hát jó, de hát holnap ő is megy haza. Hát ő marad hétfőig, ha már holnap este. Mit csinálta a háttérbe? Visszahúzta. Nagy showman, Scott Mitchell. Igen. Bedobta a közönség soraiba a kutyáját is. 72. És meg a dupla négy. Sky Uruguay 91. Na nézzük azt a 91-et. Az hetes lett. Az hetes lett, úgyhogy 84-nél, most már akkor tripla 20. Az sincs. Ott maradt a pecabot a kézben. 48 maradt az a pecabot, igen. Megvan a dupla kettő. 16 nyílból behúzza ezt a leget Csisznál, de eddig csak brékeket látunk ezen a meccsen. Száz pontos kezdés Tisztától. Mindegyetem közben, hogy ki volt az utolsó nagyobb név, akit el tudott kapni Scott Mitchell itt bármilyen mérkőzés, ami mondjuk nem a
senior tornák keretein belül zajlanak. Martin Schindler a nagyobbak közül való, hogy tavaly júliusban egy Player Championship fordulón kapta el, de hát jó vissza kellett mennem azért az időben, hogy találjak egy viszonylag magasabban, mondjuk ilyen top 20, top 30 körül érzett játékost ellen, aki, a játékost, aki ellen volt győzelme. Hát nem volt jellemző még akkoriban sem, mert nem véletlen, hogy, nem, hogy elveszítette ezt a bizonyos turkárdot. Itt a Wrightot tavaly áprilisban egyszer legyőzte egy Players Championship fordulón. És azért, mert hogy hozzátartozik az igazsághoz, hogy noha nincs turkárdja, azért idén volt pár Players Championship versenye a mezőny feltöltésének köszönhetően, azért ő is elindul, de nem sok babér termett neki ezeken az állomásokon. Azért is kellett visszamennem. Hát igen. Tehát ilyen formán azért egy Csizi ellen győzni, aki a világranglistán jelen pillanatban a 13. 85. Igen, 13. Az nagy skalp lehet. Oh, 127-tel. Nem oda szeretett volna Csizi dobni, de jó. Hát kellett volna az a tripla hét, az nézett volna ki. 78-as Scott Mitchell 38-ra kerekít így. A dupla 19-et szereti biztos, nem biztos, hogy rádobhat majd, mert a dupla 20-at megoldhatja Dave Chisnall. Dupla 10. Nem oldja meg, meg lehet dobni a dupla 19-et. Csak hogy legyen még egy brékleg ezen a mérkőzésen. Persze nem szeretik a saját kezdést. Belül hárossal van, úgyhogy kerekítünk. És dupla 16. A dupla 8, bocsánat. Nincs meg ez sem. Megvan. Végre jött egy olyan leg, amit azt nyert meg, aki kezdte. Ez megint egy olyan mérkőzés itt a meccsek sorában, ami megint csak csalóka, mert hogy a lassabb tempóból nem fakad az, hogy rossz lenne maga a színvonal, mert egy 95-ös átlagon van Csizi, és Mitchell is 90 fölött. Igen, tudod, szintet emelni egy kicsit a tegnapihoz, mert tegnap 87-es átlaggal tudott nyerni. Csak hát amikor itt jönnek a Michael Smith-ek, meg Michael van Gervenek, akik azért teljesen más tempóban dobálják a nyilakat, azért onnantól kezdve mindig egy kicsit másabb ezekre a mérkőzésekre figyelni. Igen, hát ugye végignézel egy ilyen parádés, mondjuk Michael Smith és Ricky Evans mérkőzést, ahol ők is megdobják ugye a 100 körüli átlagot, ráadásul pörög, fut, szalad az egész mérkőzés, utána akármilyen pontosan dobnak, valahol unalmasnak tűnik, pedig nem az a mérkőzés. Igen. ...140-161-ig jön le Dave Chisnall. Közben azt nézem, hogy Scott Mitchellnek a mezének igen érdekes üzenete van. Ugye ő földműves, tehát talán is hogy hívják ezt, tájépítő mérnök, és amikor megnyerte a BDO világbajnokságot, akkor lenyilatkozta, hogy a nyereményéből vett egy traktort, hogy új traktort a farmjára. És ha megnézed a mezét, akkor olyan, mint azt üzenné, hogy hát megvettem a traktort, aztán elütöttem vele a kutyámat. <gül> 119-32-re kerekít közben Mitchell. Tizennyolcas kell Chrisnek, úgy van, és a dupla 20, a 4-1-ért
Nincsen benne, rá lehet dobni arra a dupla 16-ra. Meg is van, 3-2. Hogyha nem koncentrálok nagyon, akkor nekem még az is kijön ezekből a sziluettekből. Pláne a meze elején, hát ugyan nem olyan, mint hogyha azok a fekete foltok ott a kutyából kijövő valamik lennének. Igen. Kicsit extrém lenne. 42-vel kezd Csizi. Ez most egy jó kezdés Micseltől. És rossz a folytatás. Márzista 26, ugye 66 pont. Na most azért jön egy százas. Ugyanaz vissza. Kettős jó. Ott van. 180! Keresztül Rimák klubtársam mutogatta a 180-as táblán. Jó érzékkel. 140 a folytatás. Hát fej-fej mellett ebben a legben is. Ki koncentrál jobban a végén. Ez egyelőre jó kerekítésnek tűnik. És jön a tripla 19. Rá, mint a hármasba, igen, az 41 lett így csak. Nagyon fenn maradt így Scott Mitchell, Csizinek viszont ezt meg kellene oldani, a dupla 18 meg is van. 4-2, 14 nyilas játék, és ez úgy lett 14 nyilas játék, hogy ugye emlékezhetünk, 40 valamennyivel kezdte ezt a leget Csizi. Onnan sikerült ezt visszahoznia. Száz pont. Na, átmegy a tripla egybe, pedig a magasság meg volt, de áttolt a nyíl. Alatta van a második, nem lesz belőle maximum, de 100 pont azért összejött. Joker. A tripla 3 lett a tripla 19 helyett. Kettő tripla kell. Hát kellett volna. És egy sem jött, 60 pont csak a dobás. Ez a 80 pont, ez gyorsan el tud tűnni. De ahhoz kell triplát dobni Csizinek. Jött egy 97. Egy nagyon pici előnyben van Csisznál. De kettőjüknek kellene azért tripla. Mitchellnek, ez meg is érkezik. És így már kiszálló is van, 101-en. Tulajdonképpen akár még Csizinek tripla nélkül is összejöhet ez, hogyha búra megy a végén. De hát megoldotta ezt a tripla 20-at. Másodikat is. 140. A kerekítő megvolt. Nagyon jó, tripla 20. Nincs nem. Meg. Így esély Csizi előtt, hogy a 92-t megoldva 5-2-re vezessen. Nagyon koncentrál. Ő is érzi azt, hogy ezzel a leggel eldöntheti a meccset. Megvan a tripla 20, dupla 16, két nyila van rá. Meg is van. 5-2.
Nagyon nagy feltámadás kellene Scott Mitchelltől, de innentől azért abszolút Csizi kezében van ez a meccs. Ez tulajdonképpen csak ő veszítheti el innen. Igen, akár 26 is lehetett volna ez a 38, amit dobott Davis-nál. Mitchellnek jön a tripla. Kettő is, 140 a kezdés nála. Erre szoktuk mondani, hogy akkor inkább kezdjél te. Most viszont jön kettő tripla. 180! Szépen átlagolt Davis-nál. Csizinek 97-19, Scottinak pedig 91-36 az átlaga jelenleg. Oh, 135. Egy 38-as kezdés után a 12. nyíla akár be is fejezheti Davis-nál az egész mérkőzést. Így mondjuk nem. 85. Szép jön a tripla 17 a végén. 32, bocsánat. És nincs tripla 20, úgyhogy meccsnyilai lesznek Davis-nálnak. Mondom, ez a 161, ez védve van. 105. David required 32. Na, a meccsért akkor a dupla 16. Akkor a dupla 8. Akkor a dupla 4. A 4. És akkor 56-ra lehet szépíteni. Scott required 56. Megvan a 16-os. Az fölötte kicsit van. Kicsit lejjebb a dupla 20-hoz. Nem oldja meg, úgyhogy jön még három meccs nyíl a Csizinek. David require 8. Dupla 2. Újabb percabot. Négy meccsnyilat hibázott el eddig. Már el is rakta a nyilat, mit sem? Lehet, hogy még elő kell vennie. Nem, nem megoldja Csizi. 6-2-re győz. Azért a vége egy kicsit nyögvenyelős a sikeredett, aztán most már ő is felhúzza az ellenfelet. A jó kis orgázmonttal. Megvan tehát az újabb továbbjutónk, és ez azt jelenti, hogy már csak egyetlen egy mérkőzésünk maradt az este folyamán. Azt a Johnny Claytont láthatjuk majd mindjárt, aki már korábban nyilatkozott, és nekünk az ő ellenfele pedig Jermaine Vantimena lesz. Maradjanak még velünk!